Az aranycsapat két volt játékosa is megkapta a Nemzet Sportolója címet. Mai vendégünk Buzánszky Jenő, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bajnok, az aranycsapat jobb hátvédje. Jó napot kívánok! Igen, hát köszönöm szépen a meghívást. A megtisztelő, hát Nemzet Sportolója címnek az átvétele után, amire hát az ember azt hiszem, hogy szívesen gondol, és hát egy sportembernek, hogy Nemzet Sportolója ez itt kitüntetéssel van, az nagyon büszke lehet rá, és én nagyon örülök annak, hogy ezt is megértem sok kitüntetés mellett, sok eredményesség mellett, mert hát ugye az aranycsapatban, amelyik hát lényegében 50-től 56-ig voltam tagja, mert hát én csatárként kezdtem a pályafutásomat, és hát 49 őszén mentem, és 50-ben már válogatott lettem jobb hátvéd poszton, és hát lényegében 49 hivatalos válogatottságom van, habár 66-ig is különböző nevezésekben, és hát 3 vereségem van a 49-ből, amire külön büszke vagyok, és amire azt mondom, hogy kívánom a mai fiataloknak, hogy mielőbb übereljenek le, és eredményesek tudnának ők is ugyanúgy lenni. Bár a címet csak most kapta meg, de azért ön nagyon-nagyon hosszú évtizedek óta a Nemzet Sportolója, gondolom. Ezt a szeretetet érezte a mindennapokban? Hát igen, mert hát ugye elsősorban ugye azt jelenti, hogy nagyon sok megkívása volt az embernek, országos, sőt, hát mondjuk külföldre is a magyarokhoz nagyon sokan, ugye mondhatom azt, hogy Floridától kezdve Torontóig a magyaroknál voltunk, nem ugye nem csak én, hanem hát még a Puskás idejében, 90-es években, Idekuti, Grosics és jó magam. Tehát nagyon sok meghívásunk volt, ami bizonyítja azt, hogy a magyar emberek és azok tisztelik és emlékeznek arra az időszakra, amit úgy szoktam mondani, hogy finoman, hogy abban az internacionalista időszakban a sport volt az, amelyik a magyar embereknek hát örömet tudott szerezni, és hát azok közé tartozott ugye a magyar labdarúgás is, és nagyon sok sporták, hiszen ha az olimpiát nézzük, akkor 48-ban már 10, egy vesztett háború után 10 olimpiai aranyérem volt Londonban, 52-ben pedig ugye Helsinki-ben 16 aranyérem volt, és akkor még mindig a 56-osban Ausztráliában szintén 10 aranyérem volt, tehát a sport az, amelyik jelentette azt, és elsősorban a labdarúgás, hogy a himnuszt csak nemzetközi meccseken játszották, és a magyar zászlót is jóformán csak nemzetközi zászlón húzhatták fel, és ez az embereknek egy külön örömet okozott, főleg, ha eredményes is volt az ember. Bajban van az ember, aki az aranycsapatról szeretne kérdezni, mert minden kérdését már ezerszer feltették. De hát a régi kérdések is jó kérdések. Itt van például egy, hogy mi tette ezt a csapatot olyan egyedivé, olyan kiemelkedővé? Milyen összetevők találkoztak önökben, hogy olyan szinten tudtak játszani, hogy a mai napig emlékszik önökre a világ? Hát ugye az élet és maga a sport pedig meg pláne, ugye két erőből áll. Egy fizikai és egy lelki erőből. És én azt szoktam mondani, hogy mi a 30-as évek neveltjei voltunk, ebbe az 50-es évek, akik játszottunk, akik hát mindig el szoktam mondani, úgy feküdtünk le, hogy hiszek egy Istenbe, hiszek egy hazába, örök igazságba és Magyarország feltámadásába. Na most ez a lelki erő, mert kettő kell, hogy legyen egy fizika és egy lelki erő, ez amelyik ugye az embert noszogatja, és hát az, hogy az embereknek örömet tudjon szerezni. Na most ugye a futball az nem önmagáért van, nem a közönség viszi a futballt a pályára, hanem a futball viszi a közönséget a pályára. Ehhez pedig ugye kell lenni az a belső motivációnak, hogy az ember a tehetségét le tudjon mondani egyszer sok mindenről, ugye, és amit a maiaknak mond az ember, hogy a dulce vita
diszkó, meg egyébről, ugye, akinek megvan a tehetsége, ami egy Isten adta lehetőség, az élni lehet vele, és visszaírni lehet. Élni akkor fog, ha le tud mondani, és hát ugye nem kötelezés sportolónak lenni, de ha vállalja, akkor kötelező mindent megtenni azért a községért, vagy városért, vagy azért az egyesületért, és nem beszél arról, ha valaki a nemzeti mezt fölhúzza magára, nemzeti szimert, és egy országot képvisel, akkor fokozottabban kell neki többet tenni annak érdekében, hogy az embereknek örömet tudjon szerezni, hiszen ha most összehasonlítjuk az akkori és a maihoz viszonyítva, ugye nézőközönség szempontjából óriási differencia van, mert ugye a közönség is azért megy ki, hogy örömet kapjon, tehát hogy győzelmet várjon el a játékosoktól, és hát meglátszott ugye azon, hogy hát azért 80-100 ezer emberek voltak, préseltek be a Népstadionba, annak érdekében, hogy ugye hát lássák, nekünk pedig egy dolgunk volt, és hát az, amit hát ugye úgy jött össze, ami hát végeredményben ritka világviszonylatban is, mert ha megnézik a sport történelmét, akkor lehet azt látni, hogy a 30-as években, ugye már 38-ban például, hogy hívják, a világbajnok második helyezettje volt, Svájcban az olaszoktól kaptunk ki. Az olaszok voltak az első, illetve hát még talán megelőzte őket az osztrákok Wundermannschaftjuk elnevezéssel, akik hát ugye ritka, amikor úgy jön össze egy országba, hogy egyéniségek, sztárok a mai nyelvvel mondva, azok különböző posztokon jönnek össze, hogy kapusból van 5 darab olyan játékos, hanem ugye mind ahogy nálunk is posztonként is megvoltak. Tehát voltak először az osztrákok, a Wunderman csapta, aztán akkor jöttek az olaszok a 40-es években, és akkor utána jöttünk mi az 50-es. Egyébként mi történt azóta? Mert nekem úgy tűnik, hogyha minden egyes magyar labdarúgó generáció egyszerűen rosszabbul játszana, mint az előző. Hát ugye mostan, ugye én azt gondolom, hogy az a lelki nevelés, az, amit ugye annak idején az embernek az belső motivációját, ami a holtpontokon átsegítette, az valahol hiányzik ezekből a játékosokból, hogy nem tudnak mindent megtenni a cél érdekében, nem tudnak talán lemondani se a Dulce Vitáról annyira, mint amennyire, ugye nálunk mondjuk azt, hogy jóformán iratlan szabály volt, hogy csütörtöktől minden szinten, családi szinten is rá kell készülni a vasárnapi mérkőzésre, mert valamikor ugye vasárnap az azért volt vasárnap, mert futballmeccs volt, és hát a Papalitániát is még másik időpontra tette, mert hát megoszlott a falu népe, megoszlottak az emberek, ugye, az, hogy templomba menjenek, vagy pedig hát magára a mérkődésre. Na most ugye ezek, amikor ugye összejönnek, mind ahogy az aranycsapat is ugye 50-ben alakult össze, de előtte is hát voltak, ugye rengeteg jó játékos volt ebben az országban annak idején. Ha most mondom azt, hogy például az osztrákokkal volt, amikor 9 fronton játszottunk, és mind a 9 front nyert. Tehát aztán volt olyan, amikor akár Bulgária és Kelet-Németek ellen 2 A csapat volt, amelyik hát egy időben játszott Bulgáriában, másikat pedig itt Peste játszottuk. Tehát nagyon sok jó játékos volt. Ebből ugye egyetlen egy dolog volt megtalálni az, amit szerkezetileg, hát fogaskerék módra össze kell illeszteni egy csapaton belül, és hát ugye a futball gólra megy, ugye, és hát valamennyi 5 csatár annak idején, ugye 5 támadó, az hát végeredményben ma elképzelhetetlen ahhoz, mert ugye nálunk most nagyon úgy néz ki, hogy abból indul ki a teória, hogy gólt nem kapni, tehát védekezni, és aztán majd csak rugunk gólt,
Itt a teória megbukik, mert aztán gólt is kapunk, és nem is rúgunk. Hát ez az. De viszont a mi időnkben pedig az volt, hogy egy góllal mindig többet rúgni, mint az ellenfél. Tehát beszéljünk egy picit a gyermekkoráról. Nyilván rúgták a bőrt réten, utcán, ahol lehetett. Hogy mikor volt az, amikor valaki azt mondta, hogy ez a Jenő gyerek, ez jobb, mint a többiek? Hát igen, ugye hát a Grund ugye az, amelyiket neveznek meg, ugye ez valamikor volt, és hát mondhatom azt, hogy rongylabdával kezdtünk el futballozni, annak idején szószoros értelemben. Mi volt az a rongylabda? Hát az ugye volt egy harisnya, azt ugye megtömte az ember másik elhagult ruhadarabba, stb. Minden, és akkor, amikor így kőben ennyire összetudta aránylag keményre, akkor hát azt összekötözte, és abba futballoztunk. Aztán akkor a másik oldala, a következő lépés az volt, hogy volt egy teniszpálya ottan, ugye urak annak idején, ugye teniszeztek, és arról mindig meg volt beszélve valaki bement labdát szedni nekik, és két-három teniszlabdát kidobott a kerítésen, és akkor avval futballoztunk, és akkor hát én nekem 14 éves korban, hát 13 éves korban már akkor egy ilyen, hát hogy mondja az ember, fölmérésen a Dombóvári Vasutas Egyesületbe, hát lejelen voltam, be is kerültem a 13 évesek közé, és hát aztán ugye ottan kezdtem el alapozni labdával együtt a dolgokat, és hát azért 17 éves koromban már a NB3-as csapatban csatárként játszottam egyébként, és hát 17 éves korban ott a Délnyugaton Kaposvár, Pécs, Nagykanizsa ebben részlegben, hát gól király lettem, 19 éves koromban dupláztam. Na és ugye mondjuk a szerencsém bizonyos fokig az volt, hogy Dombóvára jártam gimnáziumban, és annak a gimnáziumnak Herceg Eszterházi Miklós Nádor Leál gimnázium volt, volt már futballpályája, volt futópályája, és hát ugye 6 napot jártunk iskolába, 5 nap volt testnevelési óra, tornaóra, hogy annak idején nevezték, és akkor reggelenként azért ugye március 15-től ugye májaknak azért ismeretlen, hogy már rövid nadrágba ment mindenki, és hát ugye akkor kimentünk az iskola előtt a gimnáziumba, tanulás előtt, mit tudom én, 8-kor kezdődött, ugye most a 7:30-ra, akkor semmi más, ugye vittük a tornacipőt magunk, a cipőt cserétünk, és egy 2-3 darab százast versenyt lenyomtunk, amire akkor az ember nem gondolta, hogy ez később kamatozni fog, a gyorsaság. És hát az első ilyen volt, hogy az iskola előtt ott a téren ott a futballoztunk, és arra jött egy Turai nevű, valamikor válogatott játékos volt, akkor voltak ilyen, hát hogy mondjam, vándoredzőknek nevezték ezeket, akik járták így a vidéket, be is keresték, hogy vannak-e tehetséges játékosok. Hát ott volt az egyik, az a Turai említette meg, hogy hát belőled még lehet válogatott játékos is, így mondta. És hát ugye azt el is felejtettem, mert hát gondoltam, ez csak egy udvariassági dolog. Nem is válaszolt rá, vagy nem nevetett, vagy mit szólt ehhez? Nem, hát ugye a futballal válaszolt az ember rá ugye játszani, és hát 17 éves koromban bekerültem az első csapatba, és hát ugye már említettem, hogy gólkirály lettem, és a másik pedig az, hogy ugye megtanultam a csapaton belül viselkedni, és futballozni az idősebb játékosokkal szembe. Hát ugye annak idején nem volt tusolás, meg ilyesmi, hanem lényeg az öltözőben egy ilyen 20 literes mosófazékba melegítették a vizet föl, és akkor hát abból mindenki egy ilyen edénybe ugye mert, és akkor úgy mosakodott meg. Hát én nekem soha nem jutott meleg víz, mert ugye az idősebbeket nem lehetett megelőzni, azokra kellett vízni, úgyhogy hát ezt is megtanultam, hogy tisztelni az idősebb játékosokat, és hát jó egy év után tudtam csak tegezni őket,
az is úgy volt, hogy nagy kanizsán voltunk, és hát vonattal, és hát beúztak ugye az ablakon keresztül, és aztán végigverték a hátsó részemet, és akkor mondták, most már tegezhetsz bennünket, mert hát majdnem úgy kellett menni, Józsi bácsi, legyen szíves, a labdát adja ide. Hát ugye ez nagyon hosszú lett volna. De hát ugye be kellett illeszkedni oda, és hát hála Isten, hogy sikerült már sok mindent megtanulni a futballberkekben. És a lényege, amikor tovább tudtam lépni, az, hát az volt, hogy Dombóvárról Pécsre kerültem. Na most ugye, hát Dombóvár egy vasúti gózpont volt, az apám is vasutas volt, hát én is a vasúthoz mentem, és hát 40 háború után, 45 őszén indult be a vasúti tiszti tanfolyam, ami lényegében azt jelentette, aki a vasútnál volt, annak hát előre akart menni, állomásfőnök, vagy nem tudom én minek, akkor annak el kellett végezni ezt a tanfolyamot, hát nem vettek föl, mert a háború alatt 42-től nem volt, és idősebbek voltak előttem, és akkor Pécset volt az igazgatóság, azok kiszúrták, hogy nem vettek föl, jöttek, hogyha elmegyek Pécsre focizni, akkor elintézik, hogy fölvegyenek. Hát az első protekció volt ez, el is végeztem, Pécsre mentem, Pécsen volt az edzőm, Szabó Péter nevezeti, az jött Dorogra, hát 47-be, 46-ba, és akkor 47-be, februárjában átcsalt Dorogra. PVSK az a pécsi vasutas csapat, az MB2-es volt, Dorog MB1-es volt, és hát ugye nem akartak engedni, akkor mindig azt mondtam, hogy ha valaki kinövi a cipőt, akkor új cipőt kell venni, és én úgy érzem, kinőttem az MB2-t, jöttem MB1-be, csatárként fél szezonban 10 gólt rúgtam MB1-be. Turay úr jóslata bevált, mert valóban válogatott lett, de az nem volt kellemetlen érzés, hogy csatár helyett hátvédet kellett játszani? Hát, ugye ma azt mondom, hogy egy szakemberrel nem vitatkozom, mert az jobban tudja, hogy mi minden van. Hát ez egy olyan véletlenül került, meg az, hogy oda hátra kerültem, egyszerűen még korábban Debrecenben játszottunk, és a lebetegedett a jobb hátvéd, és hát akkor találta ki az edző Szabó Péter, hogy védőt játszok ezen a debreceni meccsen. Hát aztán, amikor ezek a játékosok kiöregedtek, akkor hát engem tett oda hátra, és hát ugye akkor az edzőkkel nem lehetett vitatkozni, az nem úgy volt, mint ma, mert ugye hamar mondták, hogy ott van a touchvonal, az oldalvonal, ugye csak mondom, már csak kijel mehetsz, hogyha jár a szád, nem beljebb. A válogatottban pedig jöttek a sikerek egymás után. Könnyű volt ezt feldolgozni? Hát ugye egyetlen vidékiként bekerülni. Hát, emiatt ugye, nem ugratták egyébként? Nem, hát az első edző mérkőzésre, amit mentem a válogatottal, az a Zalaegerszegen volt, és hát vonattal mentünk le, és hát történetesen a fülkébe Puskásék, meg tudom, Hidegkutiék, ezek voltak ott bent. És hát ugye én, mint kezdő ember, ugye, hát ugye bajnoki meccseken találkoztuk, tehát ismertük egymást, de hát ugye azt a légkört, ami hát ilyen válogatott játékosok között van, azt az ember nem ismerte. Hát én ott hallgatolóztam, aztán hát a Puskás mondta nekem, hát kölyök, ne toljál be, fogunk segíteni. Hát ez volt az első ilyen mondat, ami lényegében a csapatkapitánytól. Tehát ami azt jelentette, hogy az embert azért befogadták, beilleszkedett ugye egyetlen vidéki játékosként, és hát az első mérkőzés, hát illetve most ez az Albán mérkőzés után ajánlott ez a királyi vadar, és hát jöttek megnézni egy Újpest mérkőzésen, hogy hát hogyan, és akkor megsukták, hogy itt lesz az MLS-nek a vezérkara, a jó játszók bekerülhetek a keretbe az osztrákok ellen. Hát mandula gyulladásom volt, mondtam, nem valószínű, hogy fog menni, mivel katona voltam, ez volt vasárnap, szerdán már mentem a Honvéd kórházba kivenni
a mandulámat, mert hát egy mandulám nem lehet akadálya annak, hogy a továbbiakban hogyan. Amikor ez azt jelenti, hogy ősszel már bekerültem a válogatottba, a keretbe, a osztrákok ellen a visszavágón, és hát talán ez volt az egy meccs, amikor imádkoztam, hogy ne kelljen focizni, mert ugye egy Aurednik nevű játékos volt Európa legjobb balszésőjének kikiabálva. Hát ugye az ember nem azt képzeli el az első válogatottságán, főleg itthon, ugye, hogy a Európa legjobb balszésője ellen játszom, mert ha most nem sikerül a bemutatkozás, akkor mondhatják, hogy ne ez a vidéki kölök, mi az Isten takar itten. De úgy tűnik sikerült. Hát nem kellett játszanom. Tehát ez volt az egy meccs, amikor imádkoztam neki. Keservesen nyertünk 4-3-ra egyébként ezen a meccsen. A következő mérkőzés Bulgáriában volt. A délelőtti taktikai értekezleten a Kovács 2 volt beállítva, és akkor hát néztük ugye az előmeccset, és akkor jöttek értem, hogy menjek be, és akkor a Sebes Guszti bácsi annyit mondott, hát nem a Kovács 2, hanem te játszol, ha figyelti a délelőtti taktikai értekezleten, amit a Kovács 2-nek mondtam, azt neked címeztem. Hát főhúztam a kettes számom ezt magamra, hát úgy szoktam mondani, hogy 6 évig abba is aludtam, nehogy ellopja valaki tőlem, és hát fantasztikusan sikerült a bemutatkozásom, úgyhogy a 3. percben balszésem gólt rúgott. Így kezdtem a pályafutást. Hát én körülöttem első tétült a világ, hogy na hát ilyen Mikulás, aki nem tudja tartani 3 percig se, de hát állítom, hogy lesből rúgta a gólt. És hát meg a Grosicsnak mondtam, hogy mi a francnak vagy te a kapuba. Na a lényege benne az, hogy végig játszott a meccset, nem cserétek le. És hát senki nem szólt hozzám, hogy most hogy játszottam, jó nem. A Henny Géza, a tartalék kapus, azzal laktam egy szobába, az volt, aki mondta, hogy hát nagybátyám, ez volt a szójátéka, sikerült a bemutatkozásod. Na hát mondom, ez kapus, ezt nem kell komolyan venni. És akkor a határon, a határőr volt, amikor Bukaresten keresztül jöttünk vonattal, és az volt, hogy hát melyik a Buzánszki kereste, ugye, és akkor hát mondta, hogy sikerült a bemutatkozás, mondom, honnan tudja, azt mondja, az újságban olvasta, hát mondom, mutassa, hát 3 név volt kiemelve, Grosics, Bozsik, Buzánszki, tehát ez volt az első. És utána a Sebes Guszti bácsi beívott a hálófülkébe, annyit mondott, ha rendes leszek, meg jó focizok, akkor kikerülhetek a Helsinki olimpiára. Hát erre azt mondtam, hogy világon nincs, amit nem teszek meg annak érdekében, hogy én kikerüljek oda. Helsinkiben meg is nyerték az olimpiát. Igen. Hogy éltek önök a mindennapokban? Hiszen említettem, ilyen nevelést vagy neveltetést kaptak, ezzel ellentétben mégis egy kommunista rendszernek voltak gyakorlatilag a világ előtt felmutatandó kirakat csapata. Hát igen, szóval most végeredményben azért valami köszönhető annak a rendszernek most, hogy a másik rendszer mit csinált volna. Ugye a tatai edzőtábort ezt létrehozta, mert egy darabig, és akkor 48-ban ugye már, hogy említettem, 10 olimpiai aranyérem volt, utána tovább javították, mert ugye akkor jegyre mentek a jegyek, és illetve az élelmek, tehát nem lehetett úgy venni mindent, mert például egy veléscsontot csak protekcióval lehetett kapni a hentestől. Nem volt annyi. Tehát annyi volt benne, hogy mikor letettük az olimpiai esküt februárban, utána kaptunk úgynevezett olimpiai csomagot, amiben irigyeltek voltunk a szomszédokkal, mert volt benne 20 deka krumplicukor, 20 deka szalámi, 10 deka vaj, és vagy 2 narancs, vagy 2 banán. Na most a csodájára jártak, ugye, mert hát sok mindent nem láttak, ugye, a szomszédok, főleg banánt, meg ilyesmiket. Tehát, na most ugye ez olyan csomag volt, amit hát ma azt mondaná az ember, ha elküldeni a gyerekét egy ilyen csomaggal, akkor azt mondaná, hogy na, fater, beugrott a csóróság.
ugye, de viszont nekünk pedig hát azért sokat jelentett egyszer az a bizalom, hogy az ember fel tudjon készülni. Mindahogy aztán ugye azért végeredményben ugye az edzőtáborok azért segítettek sokat, mert ott a kalóriára főztek. Például ugye a birkózók, súlyemelők, meg ezek a nehéz sportágok, azok 300 kalória fölötti, mi meg kb. 180 kalóriás kaját kaptunk, azért, hogy hát azért fizikailag is fölmenjen az ember. És hát ugye kijutottunk az olimpiára, ahol hát végeredményben sorozatban tudtunk ugye nyerni mérkőzéseket, jó formán azt lehet mondani, egy vagy két gólt kaptunk az egészen. Érdekes, mert az aranycsapattal kapcsolatban ezt az olimpiai bajnokságot viszonylag keveset emlegetik, inkább a 6-3-at vagy az elvesztett Berni VB döntőt. Hát igen, igen, mert hát, hogy végeredményben ugye a futballban, hát az olimpiát ugye, hogy megnyertük, az egyike volt annak, hogy a, hát hogy mondja az ember, például megemlíteném a svéd meccset, amelyiket hát 6-0-ra nyertünk meg, akik 48-ban nyerték meg olimpián, és hát utána már 26. másodpercben már gólt rúgtunk. Erre szoktam mondani, hogy a Wembley-ben a Hidekuti megvárakoztatta a csapatot, csak a 45. másodpercben rúgta be hálóba a gólt. Na mostan ugye, hogy az olimpiát azt is bizonyos fokig emlegetik, mert ott indult el, hogy a svédek elleni mérkőzést, amit 6-0-ra nyertük meg, akkor Vittorio Pozzo, az olaszok szövetség kapitány azt mondta, hogy élete végig elnézte volna a meccset, ahogy a magyarok játszottak. Na most akkor ezután hívták meg az angolok a magyar válogatottat a 90 éves jubileumunkra. Hát ugye annak idején pártközponti bizottságának a hozzájárulása kellett, amit hát végeredményben majdnem azt lehet mondani, egy évig húzódott, mert 53 májusában Olaszországban, amit az első talán mondhatnánk, hogy Európa Kupa döntő volt, 7 ország nevezett annak idején bele, és hát vertük meg az olaszokat 28 év után, hát lényegében először, és hát ott adták át a sebesség a angoloknak a hozzájárulást ahhoz, hogy elmehetünk. Tartottak az angoloktól, vagy féltek hát tőlük? Nem mi, hanem a, ugye a politikusok, ugye most mondjam úgy, hogy a szocializmus vagy a kommunizmus magasabb rendűségét féltették, ugye, hogy mostan kikapunk, mert már 50-től nem kaptunk ki, hogy ugye Angliába pedig hát kikapunk, és akkor elszalad a nimbusz. Ugye, hát, ugye annak idején az a nehézség az ott volt, hogy ugye úgy szoktam mondani, hogy a sajtó hegyes halomig terjedt. Hogy utána a nyugaton mi volt, hogy mit játszottak, milyen eredmények voltak, azt a sajtóból mi soha nem tudtuk meg, hanem ugye az egyszer, mikor már ugye kerültünk, hogy nyugati viszonylatban elég sokat bolyogtunk, hát annak idején 20 ezer dollárért játszott a válogatott és teljes ellátás, tehát állami kasszába ment be. Na és ugye lényegében ottan tudtunk valamit egyes országoknak a magyaroktól, akik vannak, mert körülbelül volt olyan 1000-2000 magyar, aki általában mindig jött, amerre mentünk a válogatottal, és hát meg volt a megfelelő szurkolásuk is nekik, és hát ugye nem tudtunk semmit az angolokról. Na most annyi előtte játszottunk itthon a svédekkel, keserves 2-2 csináltunk, és talán ez volt az egy meccs, a Népstadionnak az első válogatott meccse volt, és az olaszoknak, amikor kifityült a közönség, ez az egy meccsünk volt. Ugye az olasz, illetve a svédeknek a szövetségi kapitánya angol volt, és itt volt az angolok szövetségi kapitánya, a Winterbotton,
és ugye keserves 2-2 csináltunk, aztán amit már a mérkőzés után hallottunk, ugye, hogy hát nyilatkozták ezek, hogy nem kell megijedni a magyaroktól, mert 2-3 góla biztosan megverjük a magyarokat. Tévedtek. Hát igen, hát ugye, ami 90 évig sikerült nekik, mert ők se kaptak ki 90 évig, ebben a 90 percben már nem sikerült. Na mostan az, hogy ugye ez a mérkőzés így zajlott le, úgy volt, hogy repülővel megyünk, a sebes lefújta, és akkor elintézte, hogy Párizsba a Renault gyárnál, mert valamikor ő ott dolgozott, hogy egy edzőmérkőzést játszunk még ott, ugye egy felszabadítani a gondolatokat, és hát mondjuk úgy szoktam mondani, keservesen 18-0-ra nyertünk a Renault gyár ellen, ami úgy visszaadta ugye az önbizalmat ahhoz, hogy hát azért nem felejtettünk el, na hát nem beszélve ugye a Folie Bergerbe, és ugye azért... A Renault gyár csapatának az érdemeit ki lehetne majd emelni valamilyen erről szóló könyvben. Aztán van egy olyan meccs, amire hát nyilván kevésbé szívesen emlékszik. Szokott még gondolni manapság, vagy ha nem, akkor meddig gondolt az elvesztett világbajnoki döntőre? Hát én minden június vagy július 4-én visszagondolok rá, amikor ezt játszottuk le, és hát egy-egy hát izzadság végig szalad rajtam, mert hát eszembe jut az, hogy a második gól az súrolta a sípcsontomat a gólvonalon, amit ugye Grocsi szögletrugásból a Grosicsot abszolút szabálytalan nyakánál fogva félrelőgték, és akkor nem bírtam, csak érintette a labdát, és a rám pedig úgy Tropkiból kapura rúgta, hát ugye, és én hát ott voltam a gólvonalon, és hát főhúztam a lábamat, de súrolta csak a sípcsontomat. Hát ugye mindig az jut az eszembe, ha most följebb tudom húzni a lábamat, akkor világbajnokok lehetünk, vagy ha lejjebb rúgja, akkor az is. De hát ugye a hát az nincsen, hanem ugye a futballban, hanem mindig az nyer, aki egy góllal többet rúg. De most mondjuk ugye 2-0-ra vezettünk, utána 2-1 az szabályos volt, mondjuk így. Ez a második gól, ezt le kellett volna fújni, és amikor 3-2 után a Puskás rúgott egy gólt, ami először a bíró megadott, a partjelző pedig azt hitte, hogy május elsőjával lengette az ászlót, és hát visszavonta, mert ha az 2-2, akkor kedden új mérkőzés lett volna. Na mostan az, hogy ez, ami nincs a sporttörténelemben, amiről hát hosszú évek után jutott nekem is az eszembe, hogy egy Ling nevű angol játékvezető vezette előtte a 8-3-at, ami 8 második, először a Koreák ellen nyertünk 9-0-ra, utána a németeket 8-3-ra vertük meg, és ez a Ling és egy Griffiths nevezetű partjelző, sőt még egy másik is angol volt, ugye hagyták először is a Puskást lerúgni, vagy háromszor neki mentek, mire sikerült úgy lerúgni, hogy le kellett vinni, és nem tudott játszani a brazilok meg az urugvájok ellen se. Hát azért ezt is azért, hogy megsínylette a csapat, most azzal együtt, hogy megnyerte mind a két mérkőzést. Na most ilyen nincs a sporttörténelemben, hogy ugyanez a Ling, és a háromból kettő, tehát a Griffiths nevezetű is vezeti a meccset 10 nap után ugyanúgy a németek ellen. Ilyen nincs a sporttörténelemben. Na most, hogy ez véletlen, nem véletlen, vagy pedig megmondták azt, hogy ez a kis kommunista ország laposra ver mindenkit. Jó ég tudja, hogy mi lehetett, de tény, hogy ugye a bíró végeredményben 2 góllal megfosztott bennünket, és hát 4 kapufát rúgtunk, szóval mondhatnánk úgy, hogy az Isten nem akart bemenni abba a kapuba. Tehát lényegében ezek mind közre játszottak annak, hogy ugye nem tudtuk megnyerni a mérkőzést, és hát főleg az, ami a kondícióra hatott, az pedig Uruguay elleni mérkőzés volt, amikor 2-2 volt a rendes játékidő,
és 2x15 perc hosszabbítás szakadó esőbe. Megnyertük 4-2-re, de ennek az ára az volt, hogy Szolotonból, Lozánba vonattal jöttünk, és így visszamenőleg a vonatot elkéstük, mert a vonaton vacsoráztunk volna, és mire ottan találtunk valahol a hosszabbítás után egy éttermet, ahol megvacsorázhattunk, és éjjel 12 után személykocsikkal indultunk vissza, és reggel 5-6 óra között keveredtünk az ágyba egy ilyen mérkőzés után, szerintem ez is közrejátszott. Igen, furcsa ezeket manapság hallani, milyen szervezések voltak. Hát igen, hát ugye sok minden közrejátszott, ugye, mert az, ugye akkor nem voltak autópályák, tehát meg ugye busz is azért lassabban közlekedett, egy vonat lényegesen kényelmesebb volt. Mert hogyha nincs ez a hosszabbítás, akkor semmi probléma nincs. Talán minden másképp alakul. 56 után az aranycsapat több játékosa is külföldre távozott. Ön miért maradt itthon? Hát, én, hogy mondjam, hát Dombóváron volt a Levente mozgalom, biztos hallott róla, hogy ez egy ilyen félkatonai szervezet volt, előkészítése a katonaságra. Hát én ott szolgálatvezető voltam, és akkor, amikor jöttek az oroszok, a Leventéket is ki, hát mentették, mondjuk így mondták annak idején, ugye az oroszok elől, és hát én, mi szolgálatvezető, ugye külön vonattal ment a társaság, hát mikor jelezték, hogy elindul a vonat, én odaadtam a pisztolyomat a helyettesemnek, hogy neked jobban kell, nem mentem el. Itthon maradtam. Hát később jöttem rá, hogy nagy rizikót vállaltam, mert hogyha visszanyomják valamiért az oroszokat, akkor mint hazaárulót kivégeznek. Igen, igen, de később ünnepelt világhírű labdarúgóként. Na most ugye ez akkor volt az első, maradt, amikor én nemet mondtam. Aztán 56-ban akkor szintén jött egy üzletember, akinek 380 ezer forintja volt, ami rettentő nagy pénz volt, és felajánlotta, hogy felit nekem adja, mert én elmegyek Vésbe, és én el tudom intézni, hogy a forintot átváltsák. Hát erre mondtam, neked jobban kell, én nem mentem el, és hát én nem tudtam volna elmenni máshova, csaltak mások is. Sőt, ha mondok olyant, hogy Floridában voltam 98-ban, olyan házban, hogy kimentem a lakásból 20 méterre, beleestem a tengerbe, 26 fokos vízbe, és 21 nap múlva szólt a repülőjegy visszafelé. Én a 16. napon bekukorékultam, és elkapott a honvágy, és akkor mondtam, hogy intézzék el nekem, hogy minél hamarabb hazamehessek, mert én nekem szép-szép, de hát nem bírom tovább. Hát a 18-ra elintézték két napra rá, 3 napot nyertem. Hát én nekem az akkor a megváltás volt, hogy jöjjössz oda. Én lokálpatrióta voltam, vagyok ma is, és hát ugye az én szülőhazám ez, és hát én örülök annak, hogy a magyar embereknek sok örömet tudtam szerezni, a többi játékostársaimmal együtt, és örülök, hogy azóta is nagyon sok helyre hívnak, szerte azért az országban, hát azóta is már voltam, ugye kint Amerikától kezdve végig, hát nem beszélve arról, hogy németekkel olyan sportbaráti kapcsolatban vagyunk idők távlatával, Komárom megye, ott is voltam a labdarúgó szövetségnek elnöke, voltam a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnöke, úgyhogy sok minden pozíciót, és az életem mai napig is, amerre a labda gurul, arra megyek. Tévében szokott meccset nézni? Hát hogyne, hogyne. Hát egyébként mondjuk, hogy... És rándul még a lába? Tessék? Rúgásra lendül a lába néha? Hát nem, hanem hát legtöbbször lekapcsolom a közvetítést, tehát a kommentátort, mert hát nagyon sok bakit mondanak, látszik, hogy nem voltak nem tudom milyen futballisták, és hát én arra mindig azt mondom, hogy hát majd én ugyanúgy, mint hogy a
válogatott meccsekre járok csak el a stadionba. Ugye onnan majd én eldöntöm, hogy mi hogyan történt, ugyanúgy a televízióban is azt nézem, hogy na most mit kellett volna csinálni, vagy másképp rúgni, vagy másképp passzolni. Szóval még mindig azért nézem, és hát bizonyos fokig értékelem a mozgásokat, és én remélni merem azt, hogy azért a magyar labdarúgás csak előrébre tud lépni, és én remélni merem azt, hogy hát azért valahol a jövő nemzedék, mert ugye azért volt egy időszak, amikor hát ugye a testneveléstől kezdve mindent hát letöröltek, ugye mi időnkben 6 napot jártunk iskolába, és 5 nap testnevelés volt. Tehát meg is volt a fizikum. Tehát lényegében ugye a labdarúgás az jelen pillanatban nincs azon a szinten, ugye, és nagyon hamar elpasszolják az itt levő játékosokat külföldre, és nem csoda, hogy a válogatottat is, ha nézi az ember, volt, aki angol futballba játszik, volt, aki németbe, van, aki hogy jár, holland, vagy nem tudom, hogy olaszba, tehát lényegében ezek mind nem jó összetevők. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy meghívtak.